A 4-es számú választó körzetben folytatódtak szerdán a tájékoztató fórumok, ahol Farkas Iva Erzsébet és dr. Hadik György várta a körzetben élőket. A polgármester beszámolt az elmúlt években megvalósult nagyobb városi fejlesztésekről, ám arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek mellett legalább olyan fontos az a szociális támogatási rendszer, amelyen keresztül a város minden korosztálynak segítséget tud nyújtani. 2020-ban is, vagy az energiaválság időszakán, 2022-ben is olyan fontos döntéseket hozott meg a város, hogy a költségvetéséből több 100 millió forintot, az idei évben több mint 200 millió forintot különített el arra vonatkozóan, hogy a városban élő korosztályoknak, minden korosztályt elérve, gyakorlatilag minden társadalmi réteget érintve, különböző támogatási rendszerekkel segítsük a város lakóinak a megélhetését. Ennek egyik szép példája, ugye, hogy pont most a nagybőti időszakban, húsvéti időszakban a képviselőtársaim, a városrészi képviselők mintegy 5080, 65 év fölötti nyugdíjas számára vitték ki személyesen és adták át, megbecsülésünk jeleként, személyenként ugye 15 ezer forintos vásárlási utalvány. Dr. Hadik György a választókörzetét érintő fejlesztések mellett azt is hangsúlyozta, rendkívül nagy eredmény, hogy nem csak az önkormányzathoz tartozó városi egészségügyi intézmények, hanem a kórház is megújuláson esett át. A Tulipán utca, Kálvin utcai rendelő, illetőleg a többi rendelők, a gyerekorvosi rendelők, fölnőtt orvosi rendelők, fogászati rendelők, valamennyi föl van újítva. Sőt, a kórháznak a járóbeteg rendelése is. Ha aki nem hiszi, járjon utána. Tessenek bejönni, megnézni. Csillog, villog, ragyog az egész. Nem csak kívülről, belülről is. Országosan egyedülállók vagyunk. Köszönet, hála képviselő úrnak, polgármester asszonynak, és azt hiszem mindenkinek, aki ebben részt vett, hogy ezt így sikerült megoldani. Farkas Éva Erzsébet és dr. Hadik György a fórum végén várta a lakosok észrevételeit is, akik elsősorban közterületfenntartási, csapadékvízelvezetési és járdaépítési kérdésekben kértek segítséget az önkormányzattól.